Sziasztok, Laci vagyok, ez még a Nébik mondja legújabb adása. 2021-et írunk már, vége van a tavalyi nagyon hosszúnak tűnő évnek, és már javában benne vagyunk a januárban, ami azt jelenti, hogy közel van a Vince nap. Itt van most velem két Nébikes szakértő, Barátosi Gábor és Pernes György, akikkel a borról és a borászathoz kapcsolódó technológiákról, újításokról fogunk egy kicsit beszélgetni. Sziasztok, én is köszöntök minden hallgatót. Szervusztok, én is üdvözlöm minden kedves hallgatót. Picit bemutatkoznátok, hogy mit kell rólatok tudni, mit érdemes tudni a hallgatóknak. Mondjuk kezdjük veled, Gábor. Barátosi Gábor vagyok, és az elmúlt 20 évemet a Nébik és jogelődjei munkásaként töltöttem. Boranalitikával foglalkozom, mint vegyészmérnök, borászati és alkoholos italok igazgatóságának helyettes vezetője vagyok, és egyébként meg az Országos Borszakértő Bizottságnak a titkársági feladatait látom el. Gyuri, egy pár szót mondjál te is, kérlek. Gáborhoz hasonlóan én is régóta ezen a területen dolgozom. Közel 30 éve foglalkozom szőlővel. A szőlőfajta vizsgálati területet viszem a hivatalon belül, azon kívül hozzánk tartozik még a valamennyi kertészeti növényfajnak a fajta kísérlete, és a hozzá kapcsolódó fajta kísérleti állomások, ahol a vizsgálatokat, kísérleteket végezzük. Kezdjük is el akkor, amiért most összejöttünk, ez nem más, mint pedig a Vince nap. Egy pár szóban összetudnátok foglalni a hallgatóknak, hogy miért is fontos, és miről is szól ez a Vince nap. Szent Vince az elnevezést alapjául szolgáló szent, mindig egy példakép állít elénk, talán ő a hősiességéről és a hitéhez való ragaszkodásáról állít példát. Keresztény üldözések idején, a 300-as években Diocletianus alatti keresztény üldözésekkor halt hősi halált. Ugye tulajdonképpen a borhoz, szőlőhöz nem sok köze lenne, ha csak az életét tekintjük, szent életét tekintjük, hiszen egy diákonusként a püspök mellett szolgálva halt szörnyű kínzások között halált, és utána tetemét ugye ott hagyták a szántóföldön, és a jóisten gondoskodása révén a vadállatok nem tépték szét, már ez is az első csodálatos jelenség volt Szent Vincéhez kapcsolódóan, ugyanis egy holló megvédte mindenféle más ragadozótól ezt a holttestet, illetve tengerbe vetették, de onnan is előjött mindaddig, míg egy keresztény méltóan el nem tudta temetni. De ugyanakkor a borászathoz való kötődése mindössze a neve folytán. Ilyen francia, illetve latin Vincent nevű névből ered, hogy százszoros bort adjon ugye a borászoknak, és ezért is lett a borászok védőszentje. Ilyenkor milyen szokások, milyen népi hagyományok kapcsolódnak hozzá? Picit erről tudsz nekünk mesélni, Gyuri? A vincenapi hagyományok, szokások nagyon elterjedtek Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem itt mondhatjuk azt, hogy az egész Kárpát-medencébe, tehát a horvát, szlovén, szerb területeken is megemlékeznek a vincenapról. Szőlőművelők ezt egy igen fontos napnak tekintik. Ehhez számos hagyomány, néphit kapcsolódik. Azt gondolják a Vince nap kapcsán, hogy megjósolható az évi termés. Ugye vannak ezek a jól ismert népi mondások, hogyha megcsordul Vince, tel lesz a pince, vagy ha fénylik Vince, tele pince. Ezzel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy ezek a megfigyelések, mert tulajdonképpen ezek ilyen megfigyelésekre alapultak, és azt gondolták, hogy ez alapján ténylegesen egyfajta jóslat vagy jóslás tehető. Nos, ezzel kapcsolatban még annyit lehetne megemlíteni, hogy valójában még azt is elmondhatjuk, hogy lehet ennek azon kívül, hogy egy ilyen empíria, tudományos alapja is, hiszen tudjuk jól, hogy a szőlő, amelynek ilyenkor két nyugalmi állapotát ismerjük, ugye a mély nyugalmi állapot és a kényszer nyugalmi állapot, valahol januárban fejeződik be a szőlő mély nyugalmi állapota, és innentől mondhatjuk azt, hogy vált a szőlő fiziológiai viselkedése, mert hogyha az idő melegebbre fordulna,
abban az esetben a szőlő elkezdene kihajtani. Ehhez kapcsolódik is, hogy a vince napkor leszedett szőlőveszőket meleg szobában vízbe állítva meghajtatják, és hogyha sok rügy hajt ki, azt gondolják, hogy akkor, vagy azt gondolható róla, hogy akkor az évben jó termés lesz. Úgy emlékszem, én voltam egy-két vince napi rendezvényen, ha tehetik, akkor a szőlős gazdák mondjuk a hegyen összegyűlnek, és egymás borát is megnézik, hogy milyen volt a tavalyi évjárat, vagy hogy sikerült az új bor. Ha már itt tartunk, akkor beszélgethetünk egy kicsit arról, hogy milyen volt a 2020-as év. Hát a szüretnél dől ugye el a bor sorsa is sok esetben, hogyha azt jól sikerül a borásznak eltalálnia, és ugye előtte felelő volt az időjárás, nyilván az is kell hozzá, akkor jó bor készülhet, ha nem rontja el a borász sok apró problémával és nehézséggel kell megküzdenie minden borásznak ahhoz, hogy a poharunkba hibátlan terméket tudjunk tölteni. Ezt úgy gondolom, hogy minden pohárbor fogyasztásakor figyelembe kell venni, és ez azt gondolom, hogy egy jó érzéssel töltheti el az embert, hiszen hibátlan termék mögött óriási szakmai tudás és emberi erőfeszítések állnak. Hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, az idei év szüreténél ugye egy átlagosnak mondható mennyiség jött be. Adatok még azért feldolgozás alatt vannak, de az már tudható, hogy 4 millió mázsánál is több szőlőt szüreteltek a magyar szőlőkről. Ez nem egy kimagaslóan magas termés, de jónak mondható. Amit mi itt tapasztalunk ugye az igazgatóságon, hiszen hozzánk évente 15 ezer, több mint 15 ezer bor minta kerül analitikai vizsgálat alá. Amit láthatunk az évjáratból, az az, hogy a talán az illatosabb szőlőfajták, korai érésű szőlőfajtáknál a mennyiség egy kicsit csökkent, míg a középérésű fehérboros szőlőknél ott nagyon szép minőséggel találkozunk, amelyek már bemutatásra kerültek azok borok közül. A rozék is jól alakulnak szerintem, és a vörös borokra még kicsit korai bármit is mondani, de az tudható azért, hogy amik a korai érésű vörös borok, azok nagyon szépek és tiszták, és sok voltak. Hát egyedül a szüret végén ugye jött egyes borvidékeken egy ilyen nagyobb esőzés, ami kicsit rontotta a minőséget, elsősorban a tokaji borvidéken, de azt gondolom, hogy összességében nem lesz gond a 20-as évjárattal. Nagyon sok ellenőrzést végeztünk a szüreti időszakban, terület specifikusan rendelkezésünkre állnak azok a analitikai jellemzők, amelyek meghatározzák egy adott évjáratnak a borait későbbiek során, tehát mustokból nagyon sok mintát vettünk, és nyomon követtük azt, hogy hogyan is történnek a születek, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy kiváló évjárat legyen szerintem. Ha a szőlőtermelőként is nyilatkozhatok, akkor azt mondanám, hogy egy nehéz év volt. Persze mondhatják a szőlészek, hogy melyik év nem nehéz. Minden év más és más, ezért beszélünk a szőlő esetében évjáratokról. De azért itt rögtön hozzá is szeretném tenni, amit a Gábor az előbb említett, hogy a borászokon nagyon sok múlik. Egy jó borász kezében egy nehezebb évjáratból is sikerülhetnek nagyszerű borok, nagyszerű termékek. Én azt gondolom, hogy ez most is így van, tehát hogy ez az évjárat a nehézsége ellenére bizonyos termékek vonatkozásában különleges eredményeket hozhat. Egy nagyon furcsa év volt olyan tekintetben, egy nagyon-nagyon száraz tavasszal köszönt be. Már felmerült sok szőlőtermelőben, hogy valami megoldást kell találni arra, mert a tápanyagfelvétel gyakorlatilag teljesen megállt a szárazság következtében, nem akart nőni a szőlő. Ott voltunk június elején, és még alig volt hajtás növekedés, de aztán a természet azért ezt kárpótolta, azt a csapadék hiányt, ami ezt az időszakot jellemezte, és ezt követően bőséges csapadék érkezett, és ezzel tulajdonképpen meglendítette a szőlő növekedését, fejlődését. És összességében a nyár egy alapvetően nem túl forró, de egy kellemes meleg nyarat hozott, mindig megfelelő időben érkezett csapadék, úgyhogy ezt a szőlő nagyon jól ki tudta használni, és hát utána pedig egy csodálatos meleg szeptember következett be, ami azt gondolom, hogy ezeket a borokat ami a bor minőségére óriási hatással bírt. Lehet-e látni esetleg már most, hogy mik voltak a tavalyi év slágerei, vagy mik lehetnek idén? Van-e olyan trend, ami már tavaly is meghatározó volt, és még kifuthat idénre is? Hát talán az illatos szőlőfajtákra egyre jobban növekednek, bár úgy látom, hogy azért
elérték a növekedés csúcsát, tehát egy platóra érkeztünk, ahogy szintén a rozéborok esetében is nagyon népszerűek, de talán a népszerűség most már nem annyira növekszik, mint a kezdeti exponenciális szakaszban. Az látható, hála Istennek, hogy a szőlő ára az idei évben emelkedett, ami ugye a tavalyi mélyponthoz képest egy óriási javulás, és talán a szőlőtermelők is kicsit fellélegezhetnek, mert hiszen olyan mélyponton volt tavaly a szőlő ára 2019-es szüretben. Sok szőlőtermelő ugye azon gondolkodott, hogy egyáltalán ez rentábilis-e, vagy hát látták, hogy nem rentábilis szőlőt művelni, mert ugye nagyon sok költség és munka van egy-egy kiló szőlő megtermelésében is, amikor azt látják, hogy akár 60 forintért is, vagy még olcsóbban is veszik csak meg a szőlőjüket, akkor elgondolkoznak ezen. Az idei évben viszont körülbelül 30%-kal megemelkedett a szőlő ára, hát ezt majd meglátjuk, hogy a borokban is meg fog-e jelenni, de minden esetre annyi elmondható, hogy talán egy kis javulás volt a szőlőárakban. És hát ott meg ugye az illatos szőlőfajták azok különösen jó áron kelnek el, ugye jelentős exportként is számon tartjuk az illatos szőlőinket, úgyhogy remélem, hogy ez tovább folytatódik, és egyre nagyobb értéke lesz a jó minőségű szőlőnek, és ezáltal a borok is egyre jobbak lesznek, ugye. Kapcsolódnék Gábor szavaihoz a tekintetben, hogy a szőlőtermelők számára ez azért tekinthető ilyen szempontból nagyon pozitívnak, ez a szőlőár növekedés, mert hát tudjuk jól, hogy egyébként meg azért milyen nehézségek sújtják az ágazatot. Tehát itt a bor értékesítés, különösen a prémium boroknak a értékesítése, az értékesítő csatornáknak a nehézsége miatt, ugye, hogy a járvány okoz, ez bizony nagyon megnehezíti a borok, a minőségi borok értékesítését, és ennek ellenére tudott növekedni a szőlőár, mert azt gondolom, hogy ez a szőlőtermelő számára nagyon fontos, és reményt adhat a jövő évre. Még a borok típusár, vagy a szőlőfajták típusára szeretnék néhány szóval reagálni. Elmúlt években, inkább úgy fogalmazok, az elmúlt évtizedben, egyértelműen látható volt, hogy az illatos fűszeres fajtáknak az aránya a telepítésekben, ezt korábban én feldolgoztam, a telepítésekben milyen mértékben növekedett. Látványos elmozdulás volt, 30-40%-os felhasználás növekedés volt az illatos fűszeres fajták esetében. Például a királylányka, cserszegi fűszeres, írsajulér, vagy egyéb muskotályos fajták, mint például az otonel muskotály. Mire számíthatnak a gazdák idén, 2021-ben? Van-e valami olyan módosítás, ami fontos lehet számukra? Gondolom, hogy ugye alakulóban van az új bortörvény, vagyis hát ez már el is lett fogadva. Ennek a végrehajtási rendeletei vannak igazándiból a jelenlegi hónapokban kidolgozás és véglegesítés alatt. Azt tudom mondani, hogy egy viszonylag régi törvény kerül most megújításra. 2004-es volt a bortörvényünk, amely ugye azért sok-sok változtatáson esett közben át, de most egy teljesen új kerül a napirendre, úgyhogy jelentős változások lesznek, mind a termelők oldalán, mind hatósági oldalról, úgyhogy föl kell készülni, bízunk benne, hogy az új jogszabályok értelmében egyszerűsödnek az adminisztráció, melyek ránehezednek az ágazatra, és hát egy biztonságos termelést fognak ezek az új szabályok biztosítani. Meg fogják a tisztességes versenyhelyzetnek a kereteit adni, és ezáltal az ágazat további fejlődésnek indulhat. Csak néhány szóval egésztenénk ki. Valóban az elsődleges célja volt a jogalkotóknak, hogy a szőlőbor termelőknek az adminisztrációja egyszerűsödjön, bevezetnek elektronikus rendszereket, tehát itt a digitalizáció szerepe fog majd erősödni ebben az új szabályozásban. Ez is tulajdonképpen ezt a cél szolgálja, ne kelljen duplán jelentéseket küldeni a gazdáknak a hivatalok, hatóságok felé. Tehát, hogy valójában talán az egész az egyszerűsítést szolgálja. Már január van, amikor már kezd egy kicsit ugyan melegedni az idő, de azért még bőven benne vagyunk a télben. Milyen olyan bort ajánlanátok otthonra? Mondjuk, hogyha szeretne valaki otthon borozni, mi az, ami a
januárhoz igazán illik. Azt gondolom, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk a borok világában, hogy azért a különböző ízlések megtalálhatják a maguk kedvencét, és ezért nincs könnyű dolga az embernek, hogyha így általánosságban fölmerül a kérdés, hogy milyen bort ajánlok januárba. Ez attól függ, hogy éppen milyen vacsorához, vagy milyen alkalomhoz keressük ugye a megfelelő terméket. Minden esetre az látható, hogyha valaki a frissebb, gyümölcsösebb termékek irányába indul el, esetleg egy könnyebb bort szeretne ezen a téli estén elfogyasztani, akkor mindenképp az új évjáratok is borait ajánlanám. Itt megint attól függ, hogy az embernek milyen hangulata van, ugye, hogyha egy ilyen beszélgetősebb estét gondol az ember, így a kandalló mellett, hogy úgy mondjam, akkor komolyabb borokat ajánlanék, akár a Balatonfelvidékről olasz rizlingeket, vagy badacsonyból valami komolyabb, ásványosabb bort, illetve hát a vörösek közül természetesen az ívmelengetőek, meg hát a szív- és érrendszerre is talán egy picivel jótékonyabbak, mint a fehér borok. Úgyhogy vörösborból is ugye a frissebb, gyümölcsösebb portugízerek most már lassan kijönnek, piacon vannak, úgyhogy ott is korlátlan a választék. Hát minden esetre fontos, hogy hazai termékeket előnyben részesítsük, ismert pincészetektől vásároljunk, akikben ugye nem csalódik az ember általában. Alapvetően elmondható, hogy a jó olcsó kategóriájú borok esetében nagy minőségekre nem kell számítani. Tehát vannak ezek az alapigazságok, amik minden élelmiszer esetében elmondható. Hát igazából csak megerősíteném ezt. A bor egyértelműen a gasztronómia része, és egy étkezésnek a teljes ételét szolgálhatja döntően. Ezért azt gondolom, hogy ennek megfelelően kell választani borokat, de valamelyest azért lehet ezt mondani, hogy évszak jelleges is lehet a borfogyasztás. Azért télen inkább eszünk nehezebb ételeket, előfordulhat, mi akkor még zsírosabb ételeket fogyasztunk. Ilyenkor azért szerintem bátrabban nyúlhatunk a nehéz testes borokhoz, akár ez fehér, akár pedig vörös borok, nyilván az ételhez igazítva, de azt gondolom, hogy ezek tudják igazán teljessé tenni az élményt, amit az étkezéssel együtt lehet nyújtani. Az elmúlt években érezhetően elcsúsztak az évszakok, sokkal hosszabbak lettek a telek, és jóval kitolódtak a nyarak. Van bármilyen hatása ennek a borokra? Azt gondolom, én, mint az analitikával foglalkozó szakembernek, ugye azt kell erre válaszolnom, hogy, és nem az időjárás viszontagságaival foglalkozom, hogy igazándiból sok minden a szőlészetek vezetőin, borászatokon múlik, hiszen nagyon oda kell figyelni ezekben a szélsőséges időjárási körülményekben, hogy nyomon legyenek követve analitikailag is a szőlőérési dinamikája, és a megfelelő időpontban meg kell találniuk a szőlészeknek, borászoknak a szüret időpontját, és a legjobb érési értékekkel rendelkező szőlőket kell szüretelniük, és akkor úgy gondolom, hogy jó bort is tudnak szűrni majd a húsból. Itt annyi kiegészítést, hogy nyilván itt az utóbbi időszakban ez elsősorban azon csúcsosodik ki, hogy a különböző szőlőfajtáknak az érése összetolódik, és egyre nehezebb ezeket a szüreteket úgy kivitelezni, hogy tényleg az optimális időpontban történjen meg a szüret. Ehhez megfelelő gépesítés, megfelelő humán erőforrás szükséges a borászatoknak. Ez meg természetesen jelenleg ugye a munkaerő hiányos időszakban egyre nehezebb feladat. Azt gondolnám, hogy a klímaváltozás nagyon nagy kihívás elé állítja a szőlőtermelőket, vagy a borászatokat, fogalmaznék így. És pillanatnyilag szerintem ott tartunk, hogy egyelőre a technológia és a borásznak a tudása képes arra, hogy ezeket a nagy ingadozásokat kiküszöbölje. Bizonyos országban már kongatják a vészharangot, hogy bizonyos fajtákat el kell majd felejteni, mert nem fogja azt a minőséget adni a felmelegedés következtében és az időjárás változás következtében. Nem kizárt, hogy bizonyos fajták a következő években, évtizedekben sokkal nehezebben lesznek termeszthetők, és a minőségük bizonytalanabbá válik. Tehát ezzel számolni kell,
Azon kívül, hát természetesen, hogy a Gábor is említette, a szőlőtermelőket fokozottan sújtja majd ez a probléma, hiszen az időjárás változás, a rendkívüli változékonysága az időjárásnak, hogy ahogy említettem, és a szárasság, aztán utána özönvízszerű esőzések, ezek mind nagy terhet jelentenek a gazdáknak, hogy ezt kivédjék, és hát nem kell, és arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a növényegészségügyi problémák, amik az időjárás változással összefüggnek, megjelennek olyan károsítók az országban a szőlőtermelőknél, amikre külön oda kell figyelni. Nehezíti a helyzetét a szőlőtermelőknek, hogy a növényvédőszerek felhasználhatósága csökken. És hát egyfelől ott van az a társadalmi elvárás és igény a mezőgazdasággal szemben, hogy csökkentsék a növényvédőszer felhasználatát, környezettudatos termesztés, és hát minél drasztikusabb növényvédőszer csökkentés, mondhatjuk úgy, hogy egy zöld forgalom része a szőlőtermesztés is, ugyanúgy, mint a mezőgazdaságnak. És ez azért nagyon fontos megjegyeznem, mert gyakran említik meg, vagy gyakran hangoztatják, hogy a szőlőtermesztés nagyon sok növényvédőszer felhasználását igényli, más mezőgazdasági kultúrákhoz képest is, és ezért a szőlőtermeléseket is tulajdonképpen ilyen nagy feladat elé vagy állítja, hogy ezeknek az igényeknek és elvárásoknak a jövő meg tudjon felelni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Reméljük, hogy ez az év jobb lesz, mint a tavalyi volt, amíg lehet jobbá tenni. Amit szerettünk volna ezzel kapcsolatban megbeszéltünk, kedves hallgatók. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen mi is a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és még annyit minden hallgatónak szeretnék üzenni, hogy Vince napján akkor fogyasszom minél több bort, mert ezzel a szőlőtermelőket, borászatokat fogja segíteni, és az idén is egy jó évjáratnak nézhetünk akkor elébe. De ahogy szokták mondani, csak felelősséggel. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. További szép napot kívánok nektek, hallgatók. Hamarosan következő adással jelentkezünk. Sziasztok!